Golf a javából. Halló? Gilby Diggins irodája? Itt Alvin a mókusokból. Ah, az ördögbe. Már tizedszer kapcsol szét. Nézz szembe a tényekkel. Gilby Diggins egyszerűen nem akar fölvenni a klubjába. Dehogy is nem. Mi remekek vagyunk, sőt, kitűnőek. Megint szétkapcsolt. Megmondom Dávidnak. Ó, a régi golfütőim. És ez a remek példány Arnold Palmer aláírásával. Dávid! Fölhívnád Gilby Digginst! Nem érek rá, fiacskám, még rengeteg a takarítani valóm. Na jó. Gilby Digginssel szeretnék beszélni. Igen? Köszönöm. Nem tudják adni. Kint játszik a golfpályán. Nem megy mi? Aha! A Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy a sportpályára. Diggins már a 8. lyuknál tarthat. A sportpályára senki se léphet be, csak aki klubtag. Hé, őt mi engedi be? Mert ő labdaszedő. Aha, labdaszedő. Alvin, ezzel nem jutunk sokra. De igen, Simon, meglátod. Megmondtam, hogy ez 3 labdás mérkőzés, nem pedig 4 labdás, ha? De beszélhettem én neki, ha? Bele, egyen ezt a vizes gödörbe, ha? Szervusztok, gyerekek! Ördököd van, sikerült. Hát hogyne, na most keressük meg Dickinst. Ha ez a golfpálya, akkor hol vannak a szélmalmok és a kicsi hidacskák? Odébb, Tódor! Ott van Diggins! Diggins úr, nem kellenek labdaszedők? A mókusok nagyszerű zenekara felajánlja szolgálatait. Nincs szükségem labdaszedőre! Hagyjatok békén! Adj egy golfütőt! Hamar! Készüljünk fel a következő ütésére! Juhuy! Ezzel nem fogsz Diggins úrnak imponálni. Én még kiköszörülhetem a csorbát. Oda viszem a labdájához, Diggins úr! Állíts meg! Mi az, hogy állítsam meg? Alig bírom kormányozni. Ott van a labdája, Diggins úr! Tudom, hogy nem a legelőnyösebb oldalunkról mutatkoztunk be, de ha fölvenne a klubjába... Titeket? Ha! Egyik klubomba se veszlek fel titeket! Soha! Soha? Semmikor! Majd én... Majd maga? Mit csinál? Maga amatőr! Amatőr? Ezen a pályán én vagyok a legjobb golfozó! Akkor kockáztasson meg egy könnyű kis fogadást! Ha találok valakit, aki megveri golfban, maga fölvesz minket a klubjába. Rendben van. És én mit nyerhetek rajta? Maga? Egy golfütőt Arnold Palmer autogramjával. Ó, a golfütőt? Az Dávidé. Ő nyerte. Hol találunk egy olyan golfozót, aki megveri Diggins? 3 közül valaki le tudja győzni. Arra megy ki most a játék, hogy meglássuk, melyikünk az. Mi van, öcskös? Berozdás hadat? Do I?
Fiaim, a golf jó játék, de nem a kertben, megértettétek? Megértettük. Elvesztünk. Ki mérkőzik meg szombaton Digginszel? A mi megmentünk. Mondd, Dávid, mit szólnál szombat délután egy golf meccshez? Igazi jó ügyért lenne. Jótékony célú játék? Nagyon kijöttem a gyakorlatból. Nemes részvételeddel szerencsétlen csemeték életét mentenéd meg. Rendben van. Részt veszek. Váltig nem értem, miért kell elhoznom hazúról az autogramos ütőmet. Azért, mert esetleg szerencsét hoz. Dávid Seville, Dilby Diggins. Örülök a megtiszteltetésnek. Ne fecsegjünk, hanem játszunk. De komolyan veszi a dolgot. Há, szép ütés. Ha. Jaj, Alvin, Diggins úr, csoda jó játékos. Mit mondtam nektek? Semmi okunk az aggodalomra. Hogy állunk, fiúk? Óriási, 6 ütéssel vezetsz. Ezt tartsd, és akkor nem veszted el az autogramos golfütődet. A mimet? Csak nem az Arnold Palmer féle golfütőmről beszélt Tódor, hm? Vagy mégis? Lehetséges. Arvin föltette fogadásra a golfütődet annak ellenében, hogy fölvételt nyerhessünk Diggins klubjába. Ne csinálj egyebet, Dávid, csak küzd a győzelemért, jó? A mérkőzés után lesz egy hosszú beszélgetésünk, Alvin. Utálok hosszan beszélgetni. Hogy állunk? Emlékszel, hogy 6 ütéssel vezettünk? Ezzel a játékkal. Milyenek az esélyeink? Kötve hiszem, hogy megúszza a vizes árkot. Remélem, Arnold Palmer még mindig szokott golfütőket kézjeggel ellátni. Parancsoljon, magán a sor, Seville! Dávid, koncentrálj! Ne hagyd, hogy Diggins lepipáljon! Nem bírok oda nézni. Én sem! Te jó ég! Dávid! Ne féltek, mindjárt jobban leszek, fiú. Hány ujjat látsz? 2. Vagy elfelejtett Dávid számolni, vagy pedig lent duplán lát. Dávid, szerintem te ma már nem fogsz golfozni. Na hát, egészen csinos darab. Várjon, kérem! Cserejátékost hozunk. Tessék! Ki lesz az? Én! Te! Ott a labdád! De Alvin, a győzelemhez egyetlen ütéssel kell a lukba ütned a labdát. Megcsinálom! Simon, számítsd ki, melyik út a legjobb innen, oda! Most hajolj kicsit előbbre! Rajta, rajta! Nem érek rá estig! Figyelem, ütök! Benne van! Köszönöm! Győztünk! Jó, rendben van, győztek! Nem fogok neki örvendezni. A titkárnő majd elintézi a beiratkozást. Én viszont tisztázni szeretnék valamit. Azt, hogy lehet-e a más tulajdonos.